vannak-e köztünk kezdő cosplayerek? Na, kezeket föl, kezdő cosplayer, vagy aki szeretne akármit craftolni? Tök jó. Na, akkor számodra a következő előadás tök jó lesz. Ugyanis, mindjárt mondom, az Alkimista Laboratórium fog egy előadást tartani nekünk, kezdő cosplayesek kalauza címmel, anyagismeretről fogtok hallani. Szóval köszöntsétek a színpadon Tulok Arms. Na, sok szeretettel köszöntök itt mindenkit, örülünk, hogy itt lehetünk. Mi lennénk a Tulok Arms, pontosabban Szabó Gergő vagyok, ő pedig Szécsi Ákos, ő a Tulok, én pedig társultam hozzá nem olyan túl régen. Ugye a fölkonferálásnál az volt, hogy mi az Alkimista Laboratóriumtól tartunk egy előadást, ez részben így van. Kezdő cosplayereknek kalauz címmel. Igen. Hát mi nem ezzel készültünk. Részben ezzel is, inkább tanácsokat, tippeket fogunk nektek adni, már haladóknak is, illetve részben arról úgy fogjuk ezt az egészet levezetni, hogy mi hogyan készítjük, mi hogyan dolgozzunk ezekkel a dolgokkal, amiket majd itt az előadásban láthattok, és akkor ebből tudtok magatoknak ötletet meríteni, és remélem tudunk ezzel nektek segíteni a későbbiek folyamán. Hát pontosítanék. Tehát nagyon sokszor kerestek meg minket, azzal nem tudom, hogy mennyire ismeritek minket vagy a munkáinkat, de többször kerestek meg minket azzal, hogy a mi cuccunk miért néz ki ennyire jól, mitől jobb ez annyira, mint az összes többieké, és Isten igazából azt szeretnénk nektek elmagyarázni, hogy mi milyen metodika alapján haladunk előre, hogyan készítjük el ezeket az eszközöket, kiegészítőket, és megpróbáljuk nektek átadni azt, hogy miénk miért ennyivel szebbek, jobbak, stb. Jó, hát akkor léptessünk is. Szerintem oda inkább, nem? Működik. Működik, csak késik. Vagy te léptettél? Jó, akkor működik. Na, tehát ugye beszéltünk arról, hogy az Alkimista Laboratórium, mi is ez az Alkimista Laboratórium, konkrétan ott vagyunk itt a placka elős közepén. Mi egy hobby klub vagyunk, gyakorlatilag szerepjáték, társasjáték, figurafestés. Nyomkodjál. Még egyszer? Nyomkodjál. Ja, én nyomkodok, igen. Bocsánat, csak közben így. A figurafestés, ugye, mint említettem, fölül az emeleten nálunk lehet szövetekkel foglalkozni, tehát szövetkészítésben is nagyon sokan elég jól haladnak már, elég jó technikákat tudnak felvonultatni, fölrijelmez készítéstől kezdve szinte bármit, ami a varrógép és ezekhez az eszközökhöz kötődik. Ugye a terepasztalos stratégiai játékok, mint például talán Infinity lehet. Igen, ez Infinity. És akkor itt jönnek ugye az, hogy mi a laboron belül, mi a ketten ugye alkotjuk a tulokánszot, mi ilyen fegyver, tehát jelmezkiegészítőkkel és jelmezépítéssel foglalkozunk. Ne haragudj, hogy a szabadba vágok. Szeretek ilyenkor egy kicsit nagyképűsködni. Színházi és filmes kellékek gyártásával, tervezésével foglalkozunk hivatalosan. Úgyhogy most folytathatod nyugodtan. Igen, tehát Ákosnak azért volt egy-két filmben, mi volt, Inferno, meg nem tudom, miben készített egy-két szusztot Inferno, most már. Inferno, National Geographic, Alienist, volt. Figyelj, beszélj egy kicsit szerintem arról, hogy mi is volt, hogy is jött létre ez az egész tulokánszos történet. Na ugye mégiscsak te vagy az elejétől benne. Hát, húha, itt valaki túl kiabál minket. Na jó, van, megpróbáljuk így. Tehát a Tulok Arms az 7 éve született meg, egy fogadás végeredménye volt, hogy meg tudok-e csinálni valamit. És végül is megnyertem a fogadást, megcsináltam. Ez az M41-es Pulse Rifle volt az Alienből, és ez indította el ezt a történetet. Akkor megkerestek mások, hogy jaj, de tök jó, csinálnál-e nekem egy valami mást. Aztán jött a következő, hogy neki meg ez. És így szépen lassan beindult. Fejlődtünk, haladtunk előre, és 2 évvel ezelőtt pedig már annyi volt a munka, annyi volt a megrendelés, annyi volt a feladat, hogy nem bírtam egyedül, és összeálltam ezzel a szép arcú úriemberrel. Én hozom a tudást, ő a szépséget, úgyhogy most már ketten csináljuk, mert én már nem bírtam. 2 éve kezdte el Gergő ezt a történetet. Ő is úgy került oda hozzám, hogy hát figyelj, én szeretnék egy ilyet csinálni, de inkább magam, mint más, tanítsam meg. Ő nekiállt, tanult mellettem, utána nézett, fejlesztette saját magát, aztán egy
egyik nap ott tartottunk, hogy te, figyelj, dolgozzunk már együtt, mert túl jó vagy ahhoz, hogy én ezt kiadjam a kezemből. És így alakultunk meg így ketten, és visszük a túlokarmozat az alkimista laborban. Igazából ez annyit főznék hozzá, tehát nagyon sokan vannak, akik az utóbbi néhány évben kezdték el, és szerencsére az ilyen online elérhetőségű felületeknek, mert rengetegen közé tették, hogy a YouTube-on rengeteg olyan csatorna van, amit érdemes nézni, nagyon jó oktatási anyagokat tudtok összeszedni, belőle tanulságokat levonni, és ez alapján azt mondom, hogy aki tényleg meg akarja csinálni, és megnézi, hogy milyen lehetőségei vannak, amiről szintén fogunk beszélni mindjárt, igazából be tudod lőni magadnak, hogy te ezt szeretnéd, és meg fogod tudni csinálni, de most erre majd mindjárt kitérünk részletesebben. Ez a geca sisakja, ezt készítette először nálunk. Na erről beszéltünk talán, vagy beszéljél? Hát konkrétan ez lesz az előadás témája, és én igazából azt a címet akartam adni ennek az előadásnak, hogy This is how we do it, baby, de azt mondta, hogy ez túl gettós. Úgyhogy lerövidítve arról lesz szó, hogy amikor mi megkapunk egy megrendelést, vagy kapunk egy projektet, hogy annak hogyan állunk neki, milyen lépéseken megyünk végig, hogyan jut el a tervtől a megvalósításig a mi módszereink alkalmazásával. Illetve némi betekintést is kaptok ahhoz, hogy nektek, akik belevágtok ebbe, milyen lehetőségeitek vannak, hogyan érdemes nekiállni. Jó, hát akkor ugorjunk. Műhely típusok. Tehát beszéljünk arról, hogy igen, tehát ugye mondtam, hogy meg kell nézni, kinek mihez van hozzáférése, mihez van lehetősége, illetve hogyan tudod igazából elkezdeni, ha csak otthonról dolgozol, tehát lakásban próbálsz tevékenykedni. Ugye ez a legalapabb. Tehát én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ugyebár mikor nekilátunk, mérlegelnünk kell, hogy mik a lehetőségeink, ahogy ezt Gergő mondta. Mert mi nekünk rettentően nagy a pofánk, egy több mint 50 négyzetméteres full felszerelt gépesített műhelyünk van, ahol csak azt nem gyártjuk le, amit nem akarunk, de nektek nem mindenkinek áll ez a rendelkezésére. Úgyhogy ezeket kell legelőször szerintünk figyelembe venni, amikor nekiálltok, hogy az, hogy kitűzitek a célt, hogy mit akartok, akkor előttől mérlegeljetek, hogy ahhoz, hogy én azt a célt elérjem, ahogy én ezt megvalósítsam, rendelkezésre állnak ezek a feltételek. És ilyenkor így döntöttünk úgy Gergővel, hogy akkor vegyük át, hogy milyen műhelytípusok vannak, vagyis milyen lehetőségeink vannak ezeknek a legyártására. Első ez a lakásban dolgozós történet. Ez a legegyszerűbb kifejezésre, tehát tényleg. Tehát igazából otthon, szinte amivel találkozol, papír, karton az ugye ott van, szövetekkel tudsz dolgozni otthon, rengetegen csinálják amúgy is. Ugye van az EVA, amire majd ki fogunk térni később, hogyha valaki nem tudja, hogy az micsoda, a habosított PVC-re és a polisztirol habra, ugye ami egy szigetelő anyag, és ma már tartottak is róla előadást, az egyik ilyen cosplayer páros. Igen, legelső előadás volt a mai napon, amikor ők a polisztirol habról, illetve hivatalos nevén extrudált polisztirol, vagyis XPS nevezetű anyagról. Erről is lesz egy-két szó, hogy mi használjuk-e, nem használjuk, miért nem használjuk. Illetve ugye a lakásban használható a legegyszerűbb eszközök, ugye a vonalzó, jelölő eszközök, tehát ítés, toll, ceruza, mit tudom én. De ezekre is részletesen ki fogunk térni a megfelelő szekciókban, ez csak ilyen, hogy nagyjából be tudjátok határolni, hogy mi az, ami ebbe a kategóriába esik, hogy mik azok a szerszámok és eszközök, alapanyagok, amiket ezekkel a körülményekkel tudtok feldolgozni, mondhatjuk így. Illetve ugye ott van egy ilyen plusz extra, ami nem feltétlenül van otthon neked, de otthoni munkára még be lehet szerezni, nem olyan horribilis tételek, és nagyon megkönnyítik a munkátokat a későbbiekben, ugye ez a Dremel, vagy más néven, tehát angol megnevezése Rotary Tool, mindegy, ezt is majd bemutatjuk. Ez egy ilyen speciális eszköz, cserélhető fejekkel csiszolni, vágni, stb. Mindenfélét lehet vele. Egész praktikus, gravírozni többek között. Akkor különböző, tehát a ragasztópisztoly, hőlégfúvó, dekopír. Ne dekopír talán annyira lakásban nem, de ki mennyire szereti összekoszolni a saját lakását, ez attól függ. Na, itt szeretném átvenni a szót, ha nem haragszol. Az úri embert Andrew DFT, alias The Front Troopernek hívják. Ő egy youtuber, aki hihetetlenül ügyes, de ő megmaradt egy bizonyos szinten. Ő XPS-e és EVA-val dolgozik, szigorúan a lakás műhely címszó alatt. Tehát
meg lehet nézni a csatornán, egy hihetetlen ügyes a srác, és miket ki nem hoz ezekből az anyagokból. És az egészet gyönyörűen le lehet követni, hogy egy konyhaasztalon csinálja, és minden egyes munkafolyamatból lehet látni, hogy ő rettentően rühel takarítani, tehát amit egy seprűvel és egy lapáttal nem tud föltakarítani, ahhoz az anyaghoz már hozzá se nyúl. Egy pokémonos vagy jogiós kártyát használ vonalazónak, tehát halál az a gyerek, és azt is, hogy látjátok, egész jól dolgozik, tehát meg csinálni. Mindenképpen érdemes megnézni az Úriember csatornáit több okból is. Én nagyon szeretem az Úriembert, jó viszonyt ápolok vele, és nagyon jó fej. Mindig megosztja a tervrajzokat, amiket ő elkészít, ingyen és bérmentve osztja, mint a áldást, de érdemes megnézni a cuccait, mert nagyon-nagyon-nagyon jó. Iszonyatosan jó a srác, nagyon jó technikákat és nagyon könnyen elsajátítható technikákat alkalmaz, és természetesen mindezt olyan büdzsével, ami Magyarországon is bármelyik kezdő cosplayernek megengedhető lenne. Mondjad. Kettes műhelytípus, ez a garázs műhely. Ez már az, ahol bőven lehet mocskolni. Mi már inkább ebbe a kategóriába, vagy még ezen is túl vagyunk. Ugyebár ez édesapa garázsa. Tehát ide már bőven bejöhetnek az olyan anyagok, amelyek nagy kosszal járnak. A faanyagok, ugyebár fűrészpor, stb. Faforgács, MDF, kemény PVC, ugyebár ez majd megint ki fogunk rátérni anyagoknál, hogy ez miért ide került. És a szerszámok ugyebár nagyrészt egyeznek az előzőekkel, mert azok az alapszerszámok, csak itt kiegészíthetjük őket könnyebb gépekkel. Én ide betettem például személy szerint a lomfűrészgépet, amit ide be lehet tenni, lomfűrészt. Dekopírfűrész az már egyértelműen ide kerül, mert 4-5 ezer forint manapság egy dekopírfűrész, és rendkívül hasznos. És ugyebár itt már megjelennek a nagyobb gépek lehetősége is, tehát szalagfűrészek, lapos csiszolók, korongcsiszolók, stb. Úgyhogy ez már egy komolyabb lépés. Én azt mondom, hogy igazából ez lenne a minimum ideális egy kezdő cosplayernek, szerintem. Még ezt oda is írtam, ugye, hogy lenne a garázsba tudsz jajoskodni, koszolni, és nem mész a szomszédok a gyára annyira, mint egy lakásban mondjuk, azért egy panelben azért elég húzós lehet mondjuk flexelni, meg dekopírozni, meg ilyen egyéb apróságokat dolgozni. Mit tudom én, kérdezd meg a technikust. Oké, lépett. Speciális cosplay műhely. Na ez az, ahova igazából a mi műhelyünk tartozik, ami az alkemista laborban található. Ezt egyszer elfelejtettem megjegyezni az elején egyébként, de az alkemista labornak a műhelye az bárki által látogatható. Tehát bárki bejöhet az alkemista laborba, hogy srácok, kezdő cosplayer vagyok, nincs műhelyem, de nagyon akarom, nincs gépem, de nagyon akarom. Jaj, de jó! Na, mondjad. Megpróbáljuk túl kiabálni őket, több-kevesebb sikerre. Tehát az alkemista labor műhelyében nyugodtan le lehet jönni, ott vannak a gépek, megtanítunk titeket használni, lehet őket használni, és tudtok ott is velünk együtt alkotni, ha elviseltek minket. Ennek ez az ára. Illetve, hogyha egyéb kérdésetek van bármilyen, akkor a Facebook elérhetőségünket majd látni fogjátok az előadás végén, vagy ha elvesztek szórólapot onnan a standunktól valahonnan, akkor ott föl tudtok nektek tenni kérdéseket, amire szívesen válaszolunk. Na, műhely, mondasz róla valami speciális műhely? Ne haragudj, nem hallok a pankrátoroktól, az ég egy ott a világon semmit. Oda megyek, leverem őket, mindjárt várj. Ja, na. Oda megyünk, megverjük őket, majd én megbosszullak. Na, szóval speciális művei, tehát az oda már inkább olyan jellegű dolgok kerülnek be, amiket más használ, tehát tényleg a filmparban, illetve egy-két nagyon másik szakmákban, tehát ilyen nagyon speciális szakmákban, nem tudom, tehát ilyen autó karosszériásoknak egy-két rész, aki üvegszövettel meg ilyenekkel dolgozik. Hát ilyen jellegű gépek kerülnek már oda, amik azért úgy ritkábbak, tehát nem egy sima garázsba, egy sima háztartásba elférnek, tehát nem egy esztergapad mondjuk, ami azért még úgy mindig zömében több van, mint mondjuk, nem tudom, vágózóképből. Szóval itt ilyesmikre kell gondolni, amik már kifejezetten ezekre a célokra vannak elkészítve vagy megvásárolva. Na most beszéljük arról, hogy
ugyebár mindig, amikor nekiállunk egy projektnek, érdemes előtte tervezni, információt gyűjteni. Mi most vettük a bátorságot, és összegyűjtöttük nektek néhány olyan nevet, akiknek a munkásságát mindenképpen javasoljuk, hogy kövessétek, figyeljetek, mert tőlük nagyon sokat lehet tanulni. Mi is nézzük őket, mi is tudjuk, tanuljuk, amiket mutatnak, mi is lopjuk tőlük a tudást, tehát mindenképpen. Az úriembert szeretném bemutatni, egyik személyes kedvencem, Evil Ted Smith. Ő egy szintén egy filmes propmaker, aki mellesleg egy ilyen fan cosplayer is, és van egy nagyon laza YouTube csatornája. Ő ilyen emberekben dolgozott, a Star Trek, Walking Dead, ilyen elhanyagolható kis ilyen Z-kategóriás történetek. Úgyhogy az ő munkásságát mi mindenképpen javasoljuk, hogy kövessétek. Nagyon sok kontentet oszt meg, temérdek mennyiségű, tervrajzot bocsájt rendelkezésre, és nagyon részletesek, és nagyon jók a videói. Tehát nagyon sokat lehet tőle tanulni, őt mindenképpen ajánljuk. De szerencsére úgy állt neki az egésznek, az ilyen terveit újra kapcsolatta föl, vagy úgy készítette el, hogy ilyen nagyon alap dolgokat, tehát hogyan csinálunk gömbformát, tehát például egy fél gömböt, vagy hasonlót ugye válvashoz, hogyan csinálunk mellvért, tehát ilyen nagyon-nagyon tényleg standard dolgokat, amikből, hogyha azokat már meg tudod csinálni, hogy onnantól kezdve szinte bármilyen páncélt, jelmez, kiegészítőt, akármit össze fogsz tudni rakni. Ezek nagyon jók, ezek a cuccok, amiket ő fölrakosgat egyébként ebből a szempontból. Technikus. Lépett, oké. Okay. Fázis késése van ennek az irányítónak. Ja, megint én. Hát az úriembert SKS Prost néven ismeri a világ. Ő szintén egy rendkívül ügyes úriember. Ő 99,9%-ban csak és kizárólag Evával dolgozik. Róla ennyit kell tudni, de ugyanúgy, mint Andrew DFT, akit az előbb már említettünk, Andrew az XPS Hub, illetve tehát a Steel Hub-nak a feldolgozását és használatát fejlítette magasan a profi szintre. Na, SKS Props pedig az Evát vitte el a csúcsra. Tehát ő mindent Evából készít, ő ezzel a jelmezével, ezzel a Blizzardos, Warcraftos ork jelmezével nyert meg bagatel ilyen 50-60 ezer dollárokat különböző versenyeken. Ha jól emlékszem, négy kategóriában nyert azon a rendezvényen. Igen. De meg is dolgozott érte, és őt is nagyon szeretjük. Neki nincs csatornája, neki weboldala van, és néha napján streamel, és ő is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok információt oszt meg. Neki egyébként elsősorban a munkásságát részletekbe menően azt a The RPF nevezető fórumon tudjátok követni, ő ott nagyon aktív, nem igazán YouTube-os. Beszélsz, mondjam én. Mondom én, jó? Hát a Regrettable Props, ez a srác, aki csinálja, ez körülbelül, nem akarok hülyeséget mondani, nincs egy éve, hogy elkezdte az egészet. Ő, ha jól emlékszem, nagyjából a foránőrös cuccokat kezdte el csinálni, és az az érdekes az egészben, hogy a srácon nagyon látszik az első videóknál, hogy még annyira az elején, mint az őrület, és egy év alatt annyi jelmezt és ilyen egyéb kiegészítőt elkészített, és megcsinálta a videókat róla, a rajzokat, a templéteket fogta és feltöltötte, ingyenesen letölthetőek. Ez azért jó, mert ugye a Foránőrben például annyira alapvető lovagi páncélok, szamuráj cuccok vannak, amik nagyon sok másik játékban, filmben ugye... Azt hiszem, merül a mikrofonom. Azt hiszük, merül az egyik mikrofon. Néha elhallgat. Néha. Na mindegy. Mindegy, amíg tudom, folytatom. Ja igen, tehát és ezért érdemes használni az ő propjai, vagy a... templétjeit, tehát tervrajzait, mert abból tényleg kiindulási alapnak szintén ugyanúgy jó, mint Evil Tednél a nagyon egyszerű dolgok voltak. Én a Regrettable Propsnél két dolog miatt szeretem. Ő szintén az első műhely kategóriába, tehát lehet látni, hogy az ágyára leterít néhány újságpapírt és azon dolgozik. Tehát ő még a konyhába sem megy ki a konyhaasztalra dolgozni, az az egyik. A másik meg az, hogy én őt személy szerint motivációs videóként szoktam nézni, amikor rettentően ilyen letargikus vagyok, hogy dolgozni kell, de nincs kedvem. Olyan lelkesedéssel tud dolgozni, és olyan átéléssel tudja mesélni a folyamatokat, meg a munkalépéseket, hogy egyszerűen megjön tőle a kedvem dolgozni. Tehát én őt ezért nagyon szeretem és tisztelem. Haha, szintén másik nagy kedvencem, Wooden Weaponry. Hát róla se arcképünk, se nevünk, se hangunk, semmink nincsen. Tehát teljesen az anonimitásba burkolózott.
őt személy szerint azért ajánljuk nektek, a kezdő cosplayeseknek, mert ő kizárólag és csak kizárólagosan fegyvereket készít, többnyire réteget lemezből, de ez nem gátol meg titeket abban, hogy más anyagokat használjátok. Őt kifejezetten és undorító módon a templétek miatt szeretjük, ugyanis körülbelül 2 hetenként tölt fel egy videót elég összetett fegyverekről, és a templéteket azt így szórja ki, hogy tessék, nyomtassátok, csináljátok. Nagyon jó fej egyébként, lehet vele beszélni, neki YouTube csatornája van. Nagyon kedves, nagyon jó indulatú, és nagyon szívesen látja azt, hogy mit csináltok az ő templétjei által. Szokott, volt már is neki egyébként ilyen videója, hogy ilyen, küldjétek el, mit csináltatok. Na és nekem a másik személyes kedvencem például Biodoran a Punch Props-tól. Az ő csatornáját azért érdemes nézni, mert ő meg rengetegféle technikával, anyaggal dolgozik. Tehát nála is rengeteg ilyen evával, hogyan kezdjük el, milyen vágóeszköt használjunk, és tényleg az alapokat, hogyha valaki tanul, akkor nagyon jól össze tudja szedni hozzá a szükséges információkat a kezdéshez. Bildoráról még egyébként annyit érdemes tudni, hogy ő azért már az emelt kategória. Tehát neki olyan műhelye van, olyan gépei vannak, olyan anyagokhoz van hétköznapi hozzáférése, ami azért mind anyagilag, mind más szempontból elég komoly kihívásokat támaszt az emberrel szembe. Őt szintén ilyen motivációs történetnek ajánljuk. Viszonylag sűrűn oszt meg ingyen tervrajzokat, viszont több könyve is van, ilyen 5-6 dolláros áron, na azok viszont baromira jók kezdőknek. Tehát a kezdő technikákat gyönyörűen elmagyarázza a képekkel, illusztrálva, ilyen le lehet tölteni PDF formátumba, pár dolláros egyébként, de őt inkább a advanced, tehát ő fog olyan kifejezéseket, fog olyan gépeket mutatni, hogy akkor fogod és akkor szalagcsiszolval elintézed, és akkor ott állsz szalagcsiszolni, és akkor ezt hogyan a bubánatba oldom meg, lejössz a laborba, tudjuk. De tehát őt inkább egy advanced kategóriába sorolnám, viszont nagyon-nagyon jó és nagyon látványos videókat csinál. Hippolyta! Nem tudom, miért ő került előre. Hát aki szokta nézni az Adam Savage Tested című csatornát, ő már találkozott Francis Hippolytoval, ő egy nagyon-nagyon komoly make-up artist és prop maker, van egy saját stúdiója. Hát körülbelül, hát a stúdiója körülbelül fele akkora lehet, mint ez a terem? Schatzberg kb? Hát, ja, körülbelül. Ja. Tehát ő már tényleg a filmes szakma legjava, őt elsősorban én szoktam nézni, Geca néha napján, amikor éppen nincs más. De ő is nagyon sok olyan technikákat mutat be, akik értik már ahhoz, hogy hogyan működik ez az egész, azok nagyon jól le tudják követni. A kezdőknek annyira nem, de mindenki belővi magát közületek, hogy ő hova teszi magát ezen a létrán, akkor őt is lehet nézni. Ő inkább maszkokkal foglalkozik és hasonlókkal, bár mondjuk van jó pár olyan... Jelmezekkel és páncélokkal ilyesmikkel. Igen, tehát de a tímje nagy része az viszont nagyon sokszor csinál páncélokat, tehát érdemes megnézni a Blizzardnak készített Arthas páncélt, vagy a Destinyből a Titán páncélt, az is mondjuk elég brutális. Hát meg a most megjelenő KB buktára ítélt játék, a Lawbreakers. Ahhoz is az élőszereplős videóhoz ők készítették a páncélokat. Érdemes őket megnézni, nagyon jó csapata van, de ő csapatban dolgozik, tehát ő nem ilyen cosplayer, ő hivatalosan és propmaker és filmes témában dolgozik, viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánljuk egyébként, aki nézi. Például van egy videója, hogy hogyan lehet ilyen műanyag koponyából ilyen húsos, cafatos zombi fejet csinálni, az például rendkívül tanulságos, az ilyen otthoni, ilyen halloweeni projektnek bárki bevállalhatja. Azt például ajánlom. És hát maga az úr, a világ legnagyobb kockája, nördje és geekje, a mi személyes kedvencünk Adam Savage. Ő ugyebár szintén a filmes szakma, de ő vallja magáról, hogy ő a világ legnagyobb geekje. A legnagyobb prop gyűjteménye neki van szerintem a világon, mert ami nincs meg, azt megcsinálja. Hát igen, tehát meg annyira elvetemült az illető, tehát rendesen ilyen hero propokat készít, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy teljesen ugyanazokból az alapanyagokból építi össze a cuccait, és alkatrészekből, mint amit a filmes kellékesek használtak. Tehát, hogyha azt egy Kínában gyártott, nem tudom milyen replika pisztolyból csinálták, arra van ráépítve, akkor ő megszerzi ezt a Kínában gyártott replika pisztolyt, hogyha beleszakad akkor is. És van egy olyan cucca, amit 10-15 év alatt tudott összerakni, mert addigra tudta beszerezni a szükséges anyagokat hozzá, szóval ez egy állat, tehát nem tudok mit mondani rá. De imádjuk Adam Savage-et.
Na, neki sajnos saját csatornája nincsen, neki a Tested-en vannak műsorai. Úgy lehet könnyen megtalálni őket, hogy ezek one day build-ek. Tehát Edemről azt kell tudni, hogy ő nagyon-nagyon szereti ezt a hobbit, nagyon-nagyon szereti ezt a milliót, csak nincs rá annyi ideje, mint amennyit szeretne. És általában, amikor havonta van egy napja, akkor kimegy hozzá a Tested stábja, és lefilmezik, hogy aznap mit csinált. Tehát ő csinált ilyen egy nap alatt Chewbacca jelmez, egy nap alatt Totoro, egy nap alatt kard, meg ilyenek, tehát azokat nagyon érdemes végignézni, de ő megint csak olyan, hogy aki megnézi ezeket a videókat, vagy nagyis te látta őket, tehát ez a kellene nekem egy késcsiszológép, akkor átmegyek a műhely másik végébe, és ott van. Vagy kell nekem egy lézervágógép, vákumhúzógép, akkor előhúzzuk a szekrény mögül a vákumasztalt, tehát ő az, aki már ezt úgy nagyon komoly szinten műveli műhelytéren. Én még annyit fűzik hozzá Ádámhez, hogy őneki volt egy olyan videó bejegyzése, vagy hogy mondjam, amikor elmondta azt, hogy ő azért szeret kijárni ilyen különböző rendezvényekre, mert neki tök jó látni azt, hogy megjelenik egy XY karakter, tehát fölismeri, hogy melyik játékból, filmből, stb.ből van, de annyira jó látni, hogy az emberek a saját arcukra, tehát a saját ötleteik alapján képesek átformálni az adott jelmezeket, egy kicsit egyedibbé teszik ezáltal, és azt mondja, ez annyira jó látni ezeket, mert ilyen, most mondok egy hülye példát, én láttam egy múltkor egy Jack Sparrow, nem Jack Sparrow jelmez, bocsánat, hogy hívják a színészt? Még egyszer, ne haragudj. A színészt hogy hívják a... Kicsoda? Jack Sparrow-t, aki játsza, vaze. Johnny Depp. Johnny Depp. Egy olyan Johnny Depp jelmezt láttam, ami tizenvalahány Johnny Depp filmből egy-egy ilyen motivum rajta volt a jelmezen egyben. Tehát a kalap, akkor a polókezű Edwardból a kéz, meg így össze-vissza, és így brutál jól meg volt csinálva. Tehát ő azt mondta, hogy annyira jó ezeket látni, hogy az emberek így kibontakoztatják magukat, tehát egy önkifejezésnek ez olyan formája, ami így... Szerintem megadta a mikrofonod magát. Szerintem add ide, addig beszélj. Szóval azt mondta, hogy ez az önkifejezésnek egy olyan formája, ami hihetetlen, és párhuzamot lehet vonni simán a költészet és egyéb dolgokkal kapcsolatban, vagy egyéb dolgok mellett. Igen, az említett fórumok, amin, hogyha tudtok angolul is érdemes, akkor nagyon érdemes körülnézni. Ez a legfős az a DRPF. Iszonyatosan sok kellék, jelmez és egyéb témával kapcsolatban annyira részletekben menően kivesézgetik, hogy ki hogy csinálta, milyen alapanyagot használt föl, honnan szerezte be a tervrajzokat, tessék itt van, ide föltöltöttem, én ismerem a mit tudom milyen kellékmestert, aki odatta és stb. Szóval brutál jó háttérinformációkat össze tudtok szedni ahhoz, hogy neki tudjatok állni bizonyos eszközök vagy jelmezek elkészítéséhez. Ákos, azért az Instructables-ről akarsz beszélni? Mert én arról nem tudom sokat. Az Instructables az én egyik személyes kedvencem. Nem tudom, hogy ismeritek. Egy olyan oldal, az egy tutorial site. Gyakorlatilag mindenki, aki oda fölmegy, az ilyen feltölti a saját tutoriáljait, hogy ő mit, hogyan csinált. Ezen belül vannak kosztüm, játék, de programozástól kezdve minden, konyhai dolgok, workshop, stb. Ezt mindenképpen érdemes nézni, mert ad egy temérdek mennyiségű, bonyolult szerszám házi legyártásának a leírását, tervrajzait megosztják. Komoly technikai leírásokat mutatnak be arról, maszkészítés, jelmezkészítés, stb. És még sorolhatnánk. Én nagyon szeretem, naponta rendszeresen nézem, és iszonyat tempomban jönnek föl rá a kontentek. Tehát ilyen napi 20-30 bejegyzés az az alap. Az utolsó pedig a Blaster Builders, ez inkább fegyverekre specializálódott oldal, azon belül is inkább science fiction vonalon. Ez is temérdekmentségű információt tartalmaz, de igazából csak ezen a témán, és ott nagyon-nagyon könnyű, csak egy jó szóval megkérni kell, és meg lehet kapni hozzá a tervrajzokat az úriemberektől. Na és hát akkor most beszéljünk is arról, ami miatt összejöttünk, hogy mi hogyan állunk neki. Először is ugyebár meghatározzuk, hogy mi az, amit meg akarunk csinálni. Esetetekben ez egy jelmez, esetünkben ez egy megbízás. Te jössz? Ennyi? Jó, azt hiszem, erről akarsz beszélni kicsit tovább is. Na, ugorjunk át akkor a tervezésre. Tehát ez az egyik talán a lehető legfontosabb rész az egésznek, mielőtt nekiállnátok, annyira végig kell gondolni, nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok lépés.
később, hogyha nekiálltok dolgozni, vagy már csináljátok, biztos rájöttetek arra, hogy úristen, tehát ezt jobban végig kellett volna gondolnom, mielőtt ezt még kivágom, meg stb. Én hozzátenném, hogy szerintem ez a legfontosabb része egyébként ennek a történetnek, megtervezni az egészet. Tehát nem csak az, hogy én kitalálom, hogy én a Diablóból be akarok öltözni Arthasnak. Azt végig kell tervezni, hogy mekkora is ez a karakter, hogyan oszlik el benne az emberi test, mert ugye már az arányok, tehát mi azt vesszük észre nagyon sokan, hogy ezt a lépést nagyon-nagyon elhanyagolják. Ezért látunk olyanokat, hogy ilyen aránytalanul, tehát ránézzünk egy cosplayre, technikailag jó, de még sincs egybe, mert hiányzik belőle ez a részletes tervezés, az arányok, stb. Illetve ezt hozzátenném azt, hogy nagyon sokszor maguk a játékdizájnerek is, hogyan mondjam, nem éppen a valóságra hagyatkoznak, vagy nem éppen a valóságot követik. Tehát van egy csomó olyan páncél és ilyesmi, ami egy gyakorlatilag egy full vékony emberre gyakorlatilag rá van textúrázva, tehát nem egy plusz réteg van rajta. Hát azt, aki le tudja követni, az szerintem egy etióp, tehát hogy az úgy nézzen ki egy jelmezbe. Illetve vannak még más egyéb hülyesége is a dizájnereknek, de hát ezt hagyjuk. Na jó van. Akkor vágjunk is bele, tehát a tervezés számunkra ez nagyon fontos. Mennyi idő van rá? Ez a Gecának meg nekem a veszőparipánk, amikor megkeresnek minket, hogy sziasztok, ezt meg ezt szeretném, ha megcsinálnátok. Persze, semmi akadálya. Mikorra kell? Hát a következő korra. De hát az jövő hét végén van. És ilyen előállnak nekünk ilyen megvalósíthatatlan elképzeléseikkel. Nekünk ez a veszőparipánk. Ezen nagyon ki tudunk akadni, hogy akkor keres valaki mást. De mindegy, tehát határozzuk meg az időt. Én azt szoktam mondani, hogy van egy elképzelésünk, szerintem ez igénybe fog venni ahhoz, hogy ezt megvalósítsam 3 hónapot, alsó hangon duplázd meg. Simán. Alsó hangon duplázd meg, ugyanis te neked van egy elképzelésed, és Istennek van odafönt egy elképzelése, az anyagnak, amivel dolgozol, van egy másik elképzelése, óhatatlanul be fognak jönni olyan tényezők, amelyek lelassítanak. Kölykezni fog a kamárid, meg ilyenek, tényleg, tehát Murphy bácsi beköszön szépen, minden közbe jön, minden tönkre megy, minden az utolsó pillanatban, és így ez a úristen, sose leszek kész ezzel a valamivel. Hát, igen, tehát ez a Murphy soha nem alszik, Murphy közbe fog szólni. És általában az utolsó pillanatban. Az utolsó pillanatban, tehát oké, már csak bele kell csomagolni a fóliába, és kész. Volt már ilyen, tudjuk. Szóval tényleg nagyon osszátok be az időt, mert különben úgy jártok, hogy az előadás előtt 10 percet fejezitek be a PPT-t. És az meg úgy kicsit húzós volt nekünk, de nem baj, megoldottuk. Miért? Aludtál este 2 órát, nem mondtam. Teljesen jó. Na, hajadjunk. Tehát szerintem az időről nem kell be tovább beszélnünk. De ezért vegyük át. Tehát nagyon fontos a második lépés, tervrajzok. Ezt, ha nincsenek tervrajzaink, amelyekből kiindulhatunk, ami lássuk be a mai világban kicsit nehézkes, mert most már mi is úgy kezdjük a tervrajzkészítés, hogy oké, kicsinálta meg a netem. És esetek többségében azt mondjuk, hogy a durván 10-15 perc után már rendelkezünk a tervrajzokkal, és nem kell nekiállnunk. Ezt mindenképpen javasoljuk, hogy ezt nagyon-nagyon nézzetek utána, keressetek, mert mi is mindig megtaláljuk a tervrajzokat. Volt már olyan, hogy Gecát megkérdezett, hogy te figyelj, itt van, erről készítsd a tervrajzot, mert előjött, hogy kész, elkészültem, 3,5 órámba került, mondom, én meg időközben megtaláltam RPF-em. Úgyhogy ezek szerintem egyébként rendkívül fontosak, nagyon fontosak a tervrajzok. A tervrajzok nélkül nem tudod fölállítani az arányokat. Az arányok pedig, hogyha elmennek a francba, akkor nagyon hülyén fog kinézni a cucc. Legyen az bármi. Egy kard, fogsz egy kardot, rossz az aránya, keresztvas nincs megfelelő arányba a pengével, iszonyat hülyén fog kinézni, mint egy fogpiszkáló, vagy másik irányba tér el, és akkor még hülyében néz ki. Tehát ezek nagyon fontosak. Szerintem iszonyat mennyiségű ember van az interneten, akik megcsinálták és meg is osztják a tapasztalatot. Őket érdemes végignézni, még mi profi fejjel is megnézzük, mert vannak olyan videók, akiknek a videóitról itt beszéltünk, hogy olyan irányból közelítenek meg bizonyos problémákat, amikre mi nem is gondoltunk volna, és az ő megoldásuk 5 milliószor jobb, mint a miénk. Tehát érdemes megint csak visszatérni rájuk, és követni a tanácsaikat. Ja, ez megvan. És illetve ugye nagyon fontos dolog az is, még így a tervezés folyamán, hogy mik az elvárásaink magunktól, tehát mi mit szeretnénk, milyen minőségi szintet szeretnénk elérni, hogy az... Illetve mit bírjon ki. Illetve mit bírjon ki, tehát ez a meg a másik, tehát... falra kell, dísznek kell, akkor
szinte majdnem mindegy, hogy milyen puha anyagból van, az nem baj. De mondjuk, hogyha most már egy LARP rendezvényre kell, megint másik cucc kell, ugye, mert akkor az meg nem lehet kemény, az mert különben szétvered a másiknak a fejét véletlenül, meg egyéb dolgok. Illetve van a Drakesnek a kedvenc történetem. Igen. Igen, a pozőr és a performance. Tehát volt Adamasz táborban velünk Drake, ő most egy nagyon-nagyon népszerű és nagyon-nagyon sikeres cosplayer barátunk. És ő se túl régen kezdte, komolyan, tehát ő is tök jó fejlődik. Ő is nagyon sokat fejlődik, és jár hozzánk tanácsért meg konzultációra. Nagyon jó fej, imádjuk. És ő tartott egy előadást az Adamasz táborunkba, és ott neki állt hadonászni, hogy érdemes jól megcsinálni a fegyvereket, hogy erősek, strapabíróak legyenek, mert ha hadonáztok vele, és abban a pillanatban lerepült a Baltának a feje is be a tömegre. Jó, azért egy elég erős súlyintásnak a vége volt az, amikor az úgy megadta akkor magát. Akkor is vicces volt. Csak egy, ja, vicces volt, tehát mindegy. Tehát a lényeg az, hogy határozzuk meg, hogy ennek a szerencsétlen kelléknek, páncélnak mit kell kibírni. Tehát egy performanszon vagyunk, és csinálunk magunknak egy páncét, és mi bukfencet akarunk vele csinálni, akkor viszont nem csinálhatod meg kartonból például, vagy dekorgumiból. Vagy néha pedig... csak annyi kell tudod, hogy legyen pici, meg rózsaszín is cuki. Kezdő cosplayer. Na igen, no. Tehát ezeket is tisztázzuk, hogy minek kell megfelelnie, mert ezek alapján fogjuk kiválasztani a gyártás technológiát és az anyagot. Mert ez a kettő határozza meg ugyebár ezt. Ja, igen, és akkor ugye beszéltünk arról, hogy a műhelyünkben mi az, ami a rendelkezésünkre áll, hol tudunk dolgozni, és ez megint megszabja igen, azokat, hogy milyen anyagokkal tudunk majd dolgozni, és ebből összeállítjuk szépen azt, hogy tehát eltervezzük azt, hogy jó, akkor ezt a részét ebből, azt abból, azt amabból, és ennyi. Tehát utána meg neki lehet állni dolgozni. Készítés folyamata. Hát, igen, ezek az aranyszabályok, amiket itt fölírtunk nektek. Kedvencünk az első. Nekem az egyik kedvencem az első. Hogy ez a még soha nem dolgoztál vele, és rögtön nekiállsz az egyébként már több száz órát beleöltél munkadarabba, hogy akkor most ezzel az új anyaggal befejezed, és megszívod. Nekünk például volt ilyen, elkészítettünk egy mintadarabot, gyönyörűen lekezeltük, rendben van, jöhet rá a lak, igen ám, csak az a lak pont azt a festéket, amivel mi lekezeltük, nem szerette, és szépen úgy összevezte. Feloldotta, mint a húzat. És ez egy gyönyörű tükör fölletből olyan macskaköves lett. És rohadtul nem ez volt a megrendelőnek az elvárása, úgyhogy mind a ketten... És az hagyján, tehát az adott festékgyártónak a festékéhez a saját lakja volt az, ami frankó leoldotta egyébként a festéket. Egyébként igen. Az egyik kedvenc festékgyártónak a termékeinek a saját anyagai vesznek össze. Mindenképpen, ha nem dolgoztál vele, nem kísérleteztél vele, teszteld le. Összeveszik-e az anyag, ragasztók, lakkok, mindenféle vegyszer, ami anyaggal érintkezik, előtte teszteld le, mert nem tudhatod, hogy hogyan reagál. Például van egy ragasztó típus, amit mi például Getszával nagyon szeretünk, Barch Cement, az például bizonyos anyagokkal reakcióba lép, és megoldja őket. Holott a címkére nincs feltüntetve, hogy ő ezt az anyagot oldaná. Például a Barch Cement, közben veletek, oldja az XPS-t. Ha valaki ezzel még egy szembe kerül, oldani fogja az XPS-t. Polisztirolhabot magyarul. Igen. Jó, ugye ott volt az a ne pánikolj, tehát ott van ez, hogy ne pánikoljunk, rögtönözzünk, tehát ha valami gubanc történik, akkor próbáljuk meg végig gondolni, hogy egy, még abban az állapotában menthető-e a cucc, tehát most itt például most a napokban volt egy olyan, hogy az egyik öntőformánk az meg volt a keret neki csinálva, nem jól, illetve de az jól volt megcsinálva, csak maga a forma, amiről az öntőmintát akartuk levenni, az szépen elengedte a ragasztó, és így följött a szilikonnak. És amikor az elején fél liter szilikon öntőgumit kikever, nincs mit 5000 forint, és akkor így az aljára egy szépen följön a tetejére, mint az úszó a horgásznál, az úgy nem jó. És akkor ilyenkor van az, hogy nem szabad pánikolni, én már megjártam, én már tapasztalt róka voltam, és akkor csináltunk egy új öntőmintát, leszögeltük, mint az atom, és újra föl tudtuk használni még a gumit. Nem szabad pánikolni, mert a pánik az tuti katasztrófát szül. Igen, csak itt ugye sebességre van szükség azért mégiscsak, ez pont ezért nem szabad pánikolni, mert a kapkodásnak általában nem jó vége. Itt végig kell gondolni, hogy jó, akkor milyen lépés, hogyan és milyen tempóban,
ahhoz, hogy az a szilikon még használható legyen, mikor mi átadjuk a másikba. Illetve vannak olyanok, hogy jó, most megsérült, ó a francba, ez nagyon csúnya, ez így nem jó. Várjunk csak, nem lehet ez harci sérülést meg csinálni a végén, hogyha befejezem az cuccot. Vagy nem tudom elfedni valamivel, tehát hogyha mondjuk ide rárakok még egy ilyen díszítő elemet. Hát igazából üljetek le, gondoljátok végig, nem kell mindjárt abba a hibába esni, úristen, kezdhetem előre az egészet, mert nem. Tehát mindig meg lehet oldani, szinte mindig, bocsánat, tehát azért valamikor tényleg nem. Igen, várj még egy pillanatot, tehát igen, ez egy nagyon fontos szabály, hogy ne pánikolj, megnyugtatok mindenkit, fogtok. Ez a szabály, ez csak idővel fog kialakulni bennetek, amikor már meg lesz a rutin, amikor meg 2-3 ilyen eseten túl vagytok, hogy megint följött a szilikongumi tetejére a minta. Ha 2-3-szor volt ilyen, utána már, múltkor is volt ilyen, megoldom, ezt sajnos nem tudjátok megtanulni, csak erőszakolni tudjátok a lelketeket erre, hogy már pedig akkor is megboldogulunk vele. Meg azt senki ne gondolja, mi soha nem rontunk el semmit. Tehát van olyan, amivel századszorra dolgozunk, és ugyanúgy hibázhatunk benne, mert ilyen emberekből vagyunk, azt ennyi. Meg Murphy. Utolsó pont, legyél kreatív. Ezt igazából azért írtuk ki, hogy mi itt vagyunk Gecával, kettőnknek együtt már majdnem egy évtized tapasztalata van ebbe a filmes szakmába, és az a helyzet, hogy nem mindig a mi ötleteink a legjobbak. Vannak olyan emberek, sokszor. Tehát vannak olyan emberek, akiknek minden ember más látásmóddal bír, máshogy közelíti meg, máshogy kezeli a problémákat. Nem mindig a miénk a legjobb. Tehát mi is csináltunk valamit, és akkor oda jött egy nézelődő a klubba, hogy mit csináltok? Mondom, Mákos Boiglit. De hát az szerintem így sokkal egyszerűbb, és basszus, tényleg ez mennyivel egyszerűbb. De nem mindig az a legjobb, amit mondanak, de érdemes meghallgatni. Mert nekünk is például egy csomó olyan technikánk van Getszával, amit mi fejlesztettünk ki, ami nem más, mint más okos embereknek a technikái továbbfejlesztve, vagy tovább egyszerűsítve, azért, hogy felhasználó barátabb legyen. Pontosan, illetve néha előfordul az is, amikor valami balúsul el, egyik anyag rácsöppen a másikra, és valami keletkezik belőle, és akkor rájönjük, hogy basszus, ezt tudjuk használni, mert ezzel tudunk textúrázni ilyen meg ilyen felületet, ez milyen jó lesz. Tehát figyelmesek kell lenni ezekkel a dolgokkal, és simán saját technikákat fogtok tudni kifejleszteni idővel, és teljesen jól tudnak működni. És mindenki azt fogja kérdezni, hát ezt hogy csináltad? És akkor valamit ki kell találni, hogy egész éjjel fúrogattam egy rémelle, vagy valami hasonló. Na, alapanyagok és eszközök, kezded? Átadom a szót. Ugye beszéltünk ugye a lakásban való dolgozás, hogy a legalapvetőbb alapanyagok, amihez mindenki hozzáfér, szint az a papír, karton, szövet, ezek már általában az ember gyerekkorában ugye dolgozik, ugye óvoda, meg mit tudom én, próbálják az ember tevelni ilyesmikre. Papírból hajtogatunk ezt, azt, amaz, stb. Illetve kivágjuk, ragasztjuk és sorolhatnám. Ugye szöveteknél ugye varrás, stb. Papírnál egy nagyon fontos dolgot el szeretném mondani, tehát van egy úgynevezett Pepacura nevű program, egy tehát számítógépes program, amivel nem más tudtok csinálni, nagyon sok minden ilyen fegyverhez, páncélhoz, sisakhoz megcsinálták magát a háromdimenziós úgynevezett modellt, ami, tehát látjátok a kép egyik felén a háromdimenziós modellt, mellette ugyanazt a modellt széjjel hajtogatva a papír. Tehát, hogyha A4-es papíron ki lenne nyomtatva, akkor látjátok, hogy ez hogy néznek ki a darabok. Ezt ki is tudjátok nyomtatni, és utána az alapján tök jól össze tudjátok ragasztani, vannak rajta illesztési pontok, ezekből lehet építkezni, és ezekből gyakorlatilag ilyen papírortoditutól kezdve a halálcsillagig, a nem tudom, nekem a vagy saját éppen maszkomnak az alapja is például Pepacurából van, papír volt az alapja, később az lett ugye lekezelve műgyantával, és üvegszövetezve, és a többi egyéb alkatrész azzal került rá. Teljesen jól működik, hogyha valaki akar ilyenekkel szórakozni, csak akár a polca egy ilyen papírból készített dísz, teljesen jók ezek a pepakurás, illetve papercraftos dolgok. Most egyébként azon a témán, annál a résznél vagyunk, amikor elkezdünk beszélni arról, hogy szerintünk melyek azok az eszközök, amik a kezdő cosplayerek tárházában rennie kell, és melyek azok az anyagok, amikkel érdemes kezdeni ezt az egész történetet. Ezt elfelejtetted. Irgomborgom! Jó, hát például ugye, jó, azt mondom, hogy valamilyen vonalzónak ugye kell lennie, akár amit mondtam, hogy a Yu-Gi-Oh-s vagy Pokémonos kártya, amit Enru használ. Nem árt egyébként, hogy később beszereztek egy fényvonalzót, mert ugye snitzer, ilyesmivel, hogyha vágtok, majd ilyen tapétavágó.
ugye azt sima műanyag vonalzó belé frankon bele tud kapni, és tönkre tudjátok vele tenni. A fényvonalzó meg nagyon jó erre a célra. Még egy pillanatra menj vissza az előző képre. A bal oldalon látható a közismert schnitzer. A cosplayerek kedvenc szerszáma, felejtsétek el. Most azok a szerszámok, amikről beszélni fogunk nektek az elkezdenő pár percben, ezek a nélkülözhetetlen szerszámok, ezeken nem szabad spórolnunk. Egy ilyen schnitzer, amit a képen látunk, 100 forint az obiba. Igen, eltörik, meghajlik, beletörik a penge a műanyagba, sorolhatnánk, nem jó, vegyünk egy tisztességeset. Legtöbbször a műanyag burkolat egyébként, ami nagyon bóvli. A műanyag schnitzereket felejtsétek el, fémházas schnitzert veszünk. Én személy szerint az Olfa termékeit preferálom, több helyütt is hozzáférhető, és azt hiszem a legdrágább ilyen schnitzerük, ami fémházas, meg minden ül, fekszik, nyugszik, kávét főz, azt hiszem 800 forint, vagy 1000 forint körül van. Olyan 600 forint, 500-600 forint környékén már egész jókat lehet venni, azokat szerintem már nyugodt szívvel lehet használni. Ezeket a tényleg, ezeket a hát ilyen kopogós, vagy nem tudom milyen műanyag burrajítása van, azok olyan könnyen eltörnek, hogy az ember szerintem inkább valószínű magát fogja megvágni, vagy megsebesíteni vele idővel. Jó. Másik a hobbipenge, vagy hát exacto? A hobbipengénél csak egyetlen egy szabály van, amit érdemes fejbe tartani. Ne a tokmánya, a ne nézz bele. A másik, a tokmánya fémből legyen. Nagyon sokszor lehet látni, szintén Obi Baumax praktikár, hogy műanyag pofája van, műanyag tokmánya, itt Geca mutatja, hogy az a rész, az fémből kell, hogy legyen. Ugyanis a műanyag, ez úgy működik, hogy elkezdett tekerni a fejét, egy meneten nyílik szét a tokmány, na ez idővel óhatatlanul el fog nyíródni, és nagyon gyönyörűen bele tud állni az ember kezébe, ha eléri a mag élete végét. Úgyhogy ebből is kötelező jelleggel fémpofájút kell venni. Értelemszerűen ezeknek az eszközökben az az előnyös, hogyha fémet veszünk, mert ezeknek mind cserélhető pengéje van, ami pár száz forintos tétel. Tehát maga az eszköz az örök élet plusz 2 év. Tehát ezeken nem szabad spórolni, szerintem. És ugye az elsőt, a tapétavágat, az ugye nagyobb felületek kivágására használjuk, például ugye evát vágunk ki vele, vagy például habosított PVC-re, és teljesen működik XPS-re. A hobbipengével viszont, vagy hobbikéssel, azzal viszont kisebb dolgot. Tehát aki mondjuk látott már modellezőket, azoknál van ilyen, tehát ők azt használják általában. Ez egy nagyon fontos eszköz hozzá. Az élező. Nagyon sokszor láttunk itt a rendezvényeken, amikor kijöttünk, hogy EVA-ból, XPS-ből készítettek cosplayerek eszközöket, kiegészítőket, és egyszerűen látszott rajta, hogy meggyűrődött vágás közben az anyag. Ez azért van, mert mind az XPS, mind pedig az EVA hab, az gyilkolja a pengét. Nagyon hamar kitompul. Utálmodon el sem hiszitek egyébként, hogy jó, simán elveszi az élét egyébként. 2-3 vágás után egyébként kidobható a penge. Ilyenkor egyik megoldás az, hogy pengét cserélünk, vagy szintén ilyen most már Wishen, Amazonon, nem Amazonon, mi a másik? AliExpress meg Banggood nevezett oldalakon. Ilyen 2-300 forintért lehet kapni ezeket az élezőket. Ezek 2-3 húzás, és megint úgy viszi az anyagot, mint a borotva. Ez is egy olyan dolog, ami szerintünk nélkülözhetetlen, mert ilyen apróságok, hogy felgyűrődött vágás közben az anyag, elúszhat egy egész hétvégét, egész átdolgozott hétvége. Nagyon-nagyon könnyen elcsúszhat rajta, és hogyha nem veszi észre, vagy rosszul csinálod, az ember után órákon át lehet javítani. Mi ezt megtapasztaltuk. Tehát a schnitzert meg az exactot tökéletesen lehet ezekkel élezni, és tényleg hasznos. Na, a vonalzó, fényvonalzó, amiről beszéltem, ugye, szerintem ezt ugorhatunk is. Na. És a Dremel. Na, ez már egy kicsit speciálisabb cucc, ugye. Ugye azért raktam ezt a képet ki, mert látjátok, iszonyatosan sokfajta fej van hozzá, különböző ilyen foglalatok, maró, ilyen, hát felső maráshoz alkalmas, ilyen tokmány. Hát van palászcsiszoló, korongcsiszoló, Dremel, fűrész, marófejek. Én szerintem ez a cosplayer és a modellező fegyvertárának legékesebb dísze és a legfontosabb. Gyakorlatilag nincs olyan nap a műhelyben, ahol legalább egy nem használnánk 10-15-ször per kopf drémelt. Tehát nélkülözhetetlen szerszámnak tartom egyébként. És tényleg EVA-val, PVC-vel, bármire tudtok dolgozni, minden. Olyan fejeket, olyannyi félét lehet venni, tehát a bőrösök is használják, tehát vannak ezek a bőr szélének a leégetéséhez, vagy nem tudom a szakkifejezést hozzá. Fémre, fűre, fára, mindenre jó, minden fejet kötelező, hozzá.
kötelező darabnak tartom egyébként. 3-4 ezer forintért már lehet kapni egyébként AliExpress-en. Ha, résztömítők. Na, igen, tehát hogyha már csiszolás után vagyunk, akkor ugye kell azért használni résztömítőket is. Ami ugye, hát mire van réseket tömítünk, illesztéseknél, nem tudom, szerintem annyira ezt nem kell magyarázni, begletteljük a felületet, amit el akarunk tüntetni, ne látszódjon a karc, a rés, stb. Majd mikor megszárad, akkor szépen lecsiszoljuk csiszolópapírral, csiszolószivaccsal, csiszolófával. Én itt két gondolatot jegyeznék meg. Szerintem a résztömítő az a leginkább elhanyagolt része ennek a történetnek. Az emberek nagy többsége nem fogja föl, hogy ezeknek a kellékek és a jelmezek készítésének több mint 70%-át nem teszi más ki, mint a csiszolás. Ahhoz, hogy megfelelő felületet csináljuk, nagyon sokat csiszolunk, tehát ez sajnos ezzel jár, ezzel a hobbival, erre föl kell készülni, és nem szabad elhanyagolni, mert ezzel lehet megcsinálni azt a szép felületet. Gyakorlatilag ez az a lépés, amitől a mi cuccaink jobbak, mint a legtöbb, hogy mi nem sajnáljuk rá. Igen. Adott esetben azt a... Mennyi is volt, Gergő? 3 napig csiszoltad a Frostmourne-t? Szerintem volt az 2 hét, de nem baj. Csak a pengét tudom, hogy az 3 nap volt. A penge az 3 nap volt. 3 napig csiszolta csak a kart pengéjét, hogy jó legyen. Igen, sajnos ez egy olyan dolog, amit nem szabad kihagyni, de ebben nagy segítségünkre van a résztömítő anyagok. Itt most a Trinát Mester tapasztalható, ez egy poliuretán bázisú, gyantabázisú? Gyantabázisú résztömítő anyag. Evához baromi jól tapad, Evánál a réseket baromi jól el lehet vele tömíteni. Nekem egyetlen bajom van vele, körülbelül 2,5-3 óra még megszárad. Ja, ami teljesen csontkemény megszárad, az tényleg annyi körülbelül. Ellenben gyönyörű tükörfelületet lehet vele csinálni, ha az ember nem sajnálja rá az időt. Mindenképpen legyenek szívesek használni a cosplayerek ezeket az anyagokat. Igen, ez az a munkafolyamat, ami akkor tűnik fel, hogyha nincs megcsinálva. Hőlégfúvó. Ez mondjuk nem tudom, miért tettük bele, mert az annyira egyértelmű, hogy... Ja, nem, igen, mert nem, a szerszámokat, amik mindenképpen legyenek benne a kezdő cosplayernek a fegyvertárában, hőlégfúvó. Evához, habosított PVC-hez, kemény PVC-hez mindenképpen ajánlott. Nélkülözhetetlen. Szerintem is nem akarok erről sokat beszélni, mert fölösleges, erős, rengeteg oktató videó van. Hogyan kell ezeket használni, milyen távolságból, milyen hőfokon, tötörötötörötötörö. Anyuci hajszárítója nem jó. Nem mindenre. Lombfűrész, kedvencem. Ugyebár nagyon sokan, mint már mondtuk, megkeresni minket, hogy ezek az anyagokkal, amikkel dolgozunk, ezeket hogyan lehet feldolgozni. Mert hogy a másik kedvencem az, hogy nekünk ilyen műhelyünk van, és hogy ha ilyen műhelyük lenne, akkor ők is meg tudnák csinálni. Nem kell hozzá műhely. Ez egy olyan szerszám, ami ezt mind tudja pótolni. Ez egy sima lombfűrész. Kemény PVC, fém, fa, gyakorlatilag szintén bármit föl lehet vele dolgozni. És kisebb műhelybe, és kisebb garázssal is, és kisebb szerszámparkkal is el lehet érni azokat, amiket mi csinálunk. Ha eljöttök hozzák az alkimista laborhoz, ott van egy bagatel 6 asztalnyi fegyver, amit kihoztunk. Azok között tudunk nektek olyanokat mutogatni, amelyekhez mindössze vonalzót meg snitzert használtunk, vagy lombfűrészt, tehát nem csak olyanokat hoztunk ki, amelyekhez full gépparkot használtunk, tehát direkt csináltunk pár olyat, amit bemutassuk, hogy ezekkel a szerszámokkal is lehet szépet csinálni. Igen, tehát eddig azokról az eszközökről beszéltünk, amiket igazából még a lakásban lehet úgy, ahogy használni. Jó kell valószínűleg utána porszívózni, meg söpörni, meg egyebek. Most érjünk át egy kicsit komolyabb eszközökre, ami már a lakásban ne, tehát mindjárt látni fogjátok. Tehát például fűrészgépet ne, szerintem. Igen, tehát fűrészgépet lakásban ne, több okból. Ez a fajta gép hangos. Nem nagyon, maga a gép az csendes, csak amikor hozzányomod a pengéhez az anyagot, akkor kezd el sikítani, mint a disznó. Szerintem már hallottak, láttak. Hallottatok ilyen. Szerintem. A másik az nagyon-nagyon mocskos, mert széttépi az anyagot gyönyörűen. Viszont én azt kell, hogy mondjam, hogy ha komolyan nekiálltok cosplayerre, és több cosplayt is terveztek, és éveken át versenyszerre akarjátok csinálni, ez egy must have egy dolog. Ezt muszáj, hogy benne legyen a későbbiekben a repertoárba, mert irdatlanul meggyorsítja. Tehát el nem tudjátok képzelni, hogy nekünk mennyit dobott a sebességünkön az, hogy vettünk egy fűrészgépet. Meg ugye a gépek általában, tehát ez így elmondható róluk. Csiszológépek. Csiszológépek. Igen, az előbb említettük, hogy a cosplay építés több mint 60%-át a csiszolás teszi ki.
de hál' Istennek erre vannak gépek, amelyek ezt szintén valamennyivel kényelmesebbé teszik. Bal oldalon egy szalagcsiszoló, másik oldalon meg nem tudom, ezt tudom, miért tetted be. Mert betettem oda, mert az ez egy speciális csiszológép, ami jelenleg most készül otthon apámnál a műhelybe, karriajádéknak, de ezek minél, szerintem ezek annyira nem nélkülözhetetlen részek, ami viszont egércsiszolót nem raktál be, mi? Azt nem raktam be. Ami viszont mindenképpen ajánlok beszerezni, ez egy egércsiszoló. Rezgőcsiszoló tehet más. Rezgőcsiszolónak hívják, én egérnek hívom. Én azért hívom egérnek, mert Black & Decker nevezető szerszámgyártó cégnek a találmánya volt ez. Ez úgy néz ki, mint a számítógép egér, csak egy kicsit nagyobb. És az alján ilyen háromszög alakban van a csiszolópapír, és az rezeg. Na, annak a beszerzését mindenképpen javaslom. Ilyen 10.000 forint környékén már nagyon jókat lehet kapni. Na, az, ami meggyorsítja a cosplay és az kiegészítő készítés gyártásának a folyamatát. Irdatlan mennyiségű sebességet lehet vele nyerni. Én azt sajnálom, hogy nem raktad fel. Hiba? Hát most már én is sajnálom. Na. Ott, például tényleg marha jól meg lehet csinálni, mert ha van két lemez, ami össze van illesztve, valamelyik túllóg a másikon, ahhoz, hogy egy felülettél egybe lehessen csiszolni, úgyhogy ne látszódjon az illesztés, arra nagyon jó. Komolyan mondom, tényleg. Pillanatok alatt eltünteti a fölösleget. Nem lehet annyira, tehát hogyha az ember figyelmes, akkor nem tudja véletlenül nagyon túlcsiszolni, hogy az abból baj legyen. Teljesen használható eszköz. Tehát a hamusított PVC-nél sem csinál semmi olyat, ami veszélyes lenne. Alapanyagok. Papírról, kartonról beszéltünk már. Akkor ugye van az EVA és a dekorgumi, Styrolha XPS, mindjárt ugye részletezzük utána. Hamusított PVC, tehát ez így kb. A, hogyan mondjam, nehézségi szintek. PVC és egyéb műanyagok, fa és MDF, bár az kb. PVC-vel egy szinten van. Műgyanták és üvegszövet, ez egy kicsit más történet, mindjárt kitérünk rá. Ugye EVA és dekorgumi, ez nem tudom, ki találkozott, sőt, szerintem mindenki találkozott vele, csak legfeljebb nem tudja, hogy ez az. Aki még nem találkozott vele, tegyél itt pár kört az Playten, tutira találkozni fog. Na jó, oké, meggyőztél. Tehát ugye rengeteg fajta van, lehet, amit direkt így cosplayereknek árulnak, így egybe tekercselve van, ugyanúgy megveszed mind a szövetet, meg van különböző vastagságban, keménységben, stb. Illetve lehet venni ezt, aminek ilyen puzzle széle van, ilyet biztos láttatok már edzőtermekből, stb. Ez a padlóra van lerakva, ilyen padlónak. Ilyen fitness szivacsként van reklámozva sok helyen. Tehát ez az is teljesen megfelelő, hogyha olyanhoz tudtok hozzájutni, és nincs a szagbolt a környéketeken, abból is lehet csinálni, annyi általában az egyik felülete textúrázva van, ez az egyik fele. Igen, tehát a fitness matracnak az egyik fele textúrázott, de lehet kapni egyébként, ahogy Gergő mondta, tekercsbe evát, azoknak mindkét oldala sima. Egyébként, amit az anyagról tudni kell, többféle vastagságban van, nagyon előnyös tulajdonság. Hőre formázható, miután kihűlt formáját tartja. Rugalmas. Ez egy előny és egyben hátrány, mert a felületét így nagyon nehéz szépre megcsinálni. Tehát nagyjából olyan majdnem, mint a polifóm, tehát sőt, azt hiszem az alapanyag ugyanaz, csak az eljárás, az előállítás eljárás más. Tehát Isten igazából az EVA-ról mit tudom még elmondani? Csiszolható. Többféle sűrűségben van, mi a legkeményebbet a 60-ast és a 80-ast szoktuk ajánlani, mert jól csiszolható, amennyire egy habot lehet. De szintén olyan dolog, hogy érdemes vele foglalkozni. Tehát ezzel a lakásban tudsz otthon dolgozni, könnyen vágható, könnyen hajlítható, könnyen ragasztható, maga az alapanyag eleve könnyű, tehát hogyha egy komplett páncélt fel akarsz belőle építeni, akkor akár egész nap is tudsz rohangálni, hogyha nem sülsz belefeltéve, mert nem fog leszakadni a vállat, tehát mégsem egy ilyen 100 kilós lovagi páncél. Tehát... Mindegy, még egy gondolat az előzőhöz. Evát mi csak kizárólagosan hordozó felületnek használunk, tehát mi nem készítünk belőle teljes terméket, csak felépítünk egy alapot, és ezt kezeljük le. Nagyon elterjedt manapság az, hogy warblával borítják be, amit én köztudottan gyűlölök, rühellem, de bevonható ugyanúgy PVC-vel, üvegszövettel, gyantával, és még sorolhatnák, vagy 60 órán keresztül ezeket az anyagokat. Én személy szerint az, hogy konkrétan tisztán evából készítsünk valamit, ellenjavallom. Hordozó felületnek viszont hibátlan. Nagyon könnyen megcsinálható vele az alapforma, ezt be kell borítani valamivel, és nagyon atom dolgokat lehet belőle csinálni. Arra viszont nagyon-nagyon szeretem az evát. Jó, hát most kinek mi az elvárás a saját magától? Tehát most kibírja az izét, nem tudom, egy paintball meccset, vagy ne, tehát szóval...
az megint eltérő sztíró. Ha ugye XPS-re, erről már ugye említettük, hogy már volt ma egy előadás róla. Azt nem szívesen ismételnénk meg, úgyhogy az hát legyen az ő gyakorlatilag egy hőszigetelő anyag, relatív kemény, ott meg tudjátok nézni nálunk a standnál, ott van egy ilyen XPS workshop. Egy workshop, ahol ki lehet próbálni ezt az anyagot. Akit érdekel. Mi nem szeretjük használni, mert nagyon extra sérülékeny. Macerás. Na, habosított PVC, kemény PVC és egyéb műanyagok. Ezt azért raktam ide, mert ezen aztán van minden, mint a bocsúva. Igen, ez kifejezetten a szabadulószobának készítettük, igaz? Ezt egy szabadulószobának készítettünk, egy 1-1-es artuditút, és ennek az anyaga kemény PVC, illetve MDF és habosított PVC volt. Ezen minden megtalálható egyébként, csőtől kezdve a minden. Mindegy, a habosított PVC az köztületen az egyik kedvenc anyagom, imádok vele dolgozni, hőre formázható, miután kihűlt, megtartja a formáját, könnyen megmunkálható, és amit nagyon szeretek benne, kemény. Kemény marad, és gyönyörű tükörfelülete van, hogyha nem, ha nehogy Isten be is nyomódik valahogy, tehát szerszámra esik, kalapát, stb. Hőlégfúval meg kell fújni, és kirúgja magát. Kirúgja a hibákat. Ezért nagyon imádom, és a nagy testvére a kemény PVC-vel az elmúlt 1-2 évben kötöttem nagyon-nagyon-nagyon szoros jó barátságot. Kemény PVC-ről annyit, hogy az már inkább a 2-es szintű műhelynek a témájába tartozik. Ahhoz, hogy gyorsan lehessen vele dolgozni, ahhoz már érdemes gépeket szerezni. Ellenben egy dekopír fűrész, nem, lomfűrészsel is gyönyörűen meg lehet vele dolgozni az anyagokat, de inkább azt mondanám, hogy az már egy 2-es szintű műhely. Én viszont imádom, tükörfelülete van, hőreformázható, vákumhúzható, különféle vastagságokban kapható, tehát például, ha eljöttök szintén a műhelyünkhöz, a Tulokarmushoz, itt, ami kiállított minket, van itt egy-két olyan dolog, ami például tömör PVC-ből készült az egész, meg lehet nézni őket, ha akarjátok, nagyon sok lehetőség van abban az anyagban is. Csak egy gyors megjegyzés meg mellé, ott látszik egy hidraulikus, nem tudom, elem. Tehát ha már PVC-nél tartunk, akkor amit lehet, hogy is hengeres, az PVC csőből meg tudjuk oldani. Tehát az ne kezdjen ki senki csövet hajlítani labból, mert az úgy nem jó butaság. Don't do that. Jó, fa és MDF, igazából erre se kell nagyon kitérnünk szerintem, mint alapanyag. Hát annyira. A fáról Isten igazából túl sok minden nem kell, mert ki ne dolgozott már fával, más nem hurkapálcikával az óvodába. Az MDF-ről viszont tennék egy pár szót. Ez is egy olyan 2-3 éve lett nagyon jó barátom. Gyakorlatilag a fegyvereink nagy része ebből készül. Az MDF gyakorlatilag nem más, mint nagyon finom fűrészpor és kétkomponensű gyanta hatalmas nyomáson összepréselve. Nagyon merev, nagyon erős, nagyon stabil, gyönyörűen formázható, nagyon jól marható. Ellenben annyi port generál, amennyit ember még ebben a világban nem látott. Konkrétan a műhelyünkben ilyen vastagon áll a por mindenhol egy MDF feldolgozás után. Ez kizárólagosan csak 2-es vagy 3-as szintű műhelyben való feldolgozásra ajánljuk. Viszont ezt lakásban-e nagyon? Lakásban-e. Anyukinyír. Tehát mindenképpen ezt 3-as vagy 2-es műhelyben javasoljuk. Viszont nagyon-nagyon-nagyon jó anyag. Iszonyatosan csodálatos dolgot lehet csinálni. Ha eljöttök, megint csak visszatérünk oda, hogy ott a kiállított fegyvereink nagy része egyébként az MDF-ből készül. Kifejezetten fegyvereket, kiegészítőket és hasonlók gyártására javasoljuk. Itt Gecának a Silver Sword-ja látható éppen. A gravírozás annyira most nem, de mindegy. Műgyanták. Másik állatfaj. Műgyanták. Én imádom a műgyantát. Én nagyon szeretem a műgyantát, te mérdek lehetőség. Szerintem szar az íze, de... Hát figyelj! Nézd rám! Én mindent megeszek, ami nem fut el. Tehát a műgyanta. A műgyanta az szigorúan már inkább azt mondanám, hogy hármas kategória, ugyanis ennek vannak gázai, szaga, nem igazán az a otthoni házban való történet. Viszont összetett és bonyolult formák, amiket már egyszer legyártottunk többszöri megismétlésére. Hajaj. Mennyi időnk van még? Mínusz 10 percben vagyunk. Akkor megpróbáljuk ledarálni gyorsan. Tehát egyszer legyártott bonyolult formák többszöri gyártására, megismétlésére abszolút alkalmas, arra találták ki elsősorban. Kapható merev színbe, vagy illetve áttetsző opák színekbe
az már poliészter és poliuretán. A poliuretánt igazából alkatrészek gyártására, a poliésztert laminálásra és áttetsző anyagokra készítésére javasoljuk. Üvegszövetezéshez például, ugye? Igen, például. Mindegy. Üvegszövet. Ennek is különböző fajtái, típusai vannak szövéstechnikailag. Üvegszövetre térjünk ki annyit, hogy ezt az üvegszövetezést javasoljuk egyébként evafoamnak a beborítására, vagy karton, vagy papekura beborítására, ettől lehet nagyon jó dolgokat csinálni. Mindegyikből lehet látni mintát egyébként az asztalunknál. Első a biztonság, és mindenek felett. Ezt nagyon vegyétek komolyan, mert bizonyos szerszámok eleve ugye már a fűrészgépeket, nem kell magyarázni, hogy miért veszélyes. Viszont bizonyos anyagok, például poliésztergyanta, nem túl jó. Poliésztergyanta, poliuretángyanta csiszolásakor, légzésvédelem használata erősen ellenjavalt, erősen javalt, bocsánat, mert olyan porai vannak, amelyek megürülnek a tüdőbe és szilikózist okoznak. Tehát mindig ügyeljünk a biztonságra, de ha megnéztek egy pár videót az előbbőző úriemberekből, részletesen be fognak erről számolni. Szem- és hallásvédelem szintén a különböző felpattanó és zajos cuccok ellen ugye muszáj használja az ember. Finiselés erős, gyorsan pár szót. Hát mikor mondjába kész, hogy a cucca, ugye még apró dizájn elemeket elhelyezze rajta, szegecsek, tehát szegecs imitációk, egy-két külső ilyen motívum, öntvény. Ez az ördög a részletekben rejlik tipikus esete. Mi nem szoktunk spórolni a részleteken, ezekre nagyon oda szoktunk figyelni. Ezek adják meg a savát borsát egy történetnek. Igen, hogy milyen lesz a festés, az a másik, az egy nagyon fontos történet. Most hiába jó az alapot, hogyha nagyon csúnyán van lefestve, tehát ez megint ugyanúgy elrontatja az egészet. Ilyen meg ugye beszéltünk még itt a betöldemésről, tehát hogyha benyomódás sérülés van rajta, akkor azt meg lehet csinálni, úgy, mint hogy az tényleg egy harci sérülés lett volna a páncélon fegyveren. Ebből geccának a mellvértjén, ami ki van ejtve, sok látható. Összegezzük akkor gyorsan, aztán hát akkor ezt, megyünk. Ezt szerintem hagyjuk ki, mert erről szólt az egész adás, hogy csak gyorsan vegyük át. Esetleg még, hogyha valaki szeretne velünk konzultálni komolyabban, vagy a probléma megtárgyására itt az Alkimista Laboratórium standján, vagy az alábbi elérhetőségeket, illetve címen megtalál bennünket, hogyha valakinek kérdése lenne. Illetve még a standnál egy darabig itt leszünk, úgy két napig, úgyhogy szórólapunk van, azon is rajta vannak az elérhetőségek, abból is lehet vinni, akit érdekel. Esetleg kérdése lett-e valakinek menet közben? Nem, hál' Istennek, akkor köszönjük szépen az lehetőséget, és átadjuk a színpadot a következő performance-nak. Sziasztok! Sziasztok.